Otthon még veretlen ebben a bajnokságban a Puskás Akadémia. A múlt pénteki Puskás Akadémia Eto meccs, ami 2-1-es győri vereséggel zárult. A találkozót követően Horváth Ferenc felajánlotta lemondását. A csapat hétfő délelőtti edzését ugyanakkor még ő dirigálta, ám úgy tudjuk, közvetlenül azután a fővárosba Tarsoly Csaba elnökhöz utazott Sasa Stevanovic sportigazgatóval. Kedd délelőtt aztán megszületett a döntés. A zöldfehérek szűkszavú hivatalos kommunikéje így fogalmaz. A vezetőség megtárgyalta és nem fogadta el Horváth Ferenc vezetőedző lemondását. A klub nem foglalkozik az edzőkérdéssel, mert nincs, ezért erről nem is kívánnak nyilatkozni. Vagyis továbbra is él a bizalom a tréner iránt, amelyet a válogatott romániai EB-selejtezője után el is kezdhet meghálálni. Október 19-én, azaz valamivel több mint másfél hét múlva az Újpest ellen idehaza, mindjárt akár egy győzelemmel.